Meghívást kapott Dániel Figergői zenekarra az idei Sétatér Fesztiválra. Nem először jár Pécsen, szereti a várost, annak hangulatát, közönségét. Ajándék számára a pécsi tartózkodás, zenekara 6 éves lesz hamarosan. Mindig is az volt a vágyam, hogy legyen egy zenekarom, legyen egy baráti köröm, egy társaságom, akikkel mi együtt toljuk ezt a szekeret, együtt utazunk a buszba, és együtt koncertezünk, és egy ilyen egy családot így létrehozni lényegében. Egyre népszerűbbek, ugyanis a határon túlra is sikerült már eljutniuk koncertezni, ahonnan szintén jó emlékekkel tértek haza. Gyergyó Szent Miklóson játszottunk például, 4. Street zenekarra, az iszonyat nagy élmény volt szintén. Ezeket kell meglátni ebbe a zenédésbe, hogy utazhatunk, koncertezhetünk, és együtt lehetünk, és szerintem ez bármennyire is kicsit klisésre hangzik, de ez nekem ez nagy dolog, és örülök neki. Többféle műfajba is elkalandozik, mindenféle zene megtalálható repertoárjában. Maga írja dalait, eddig 3 albumuk jelent meg, most írja a 4. Mindent én írok, és beviszem a zenekarnak már a majdhogy nem kész dalt, és akkor közösen megfejtegetjük, elmondják a véleményüket, de én abban hiszek, hogyha ha valakinek megszületik a fejébe egy gondolat, az vigye végig, mert úgy lesz jó. Latin, roma, pop irányba hajlik a zeneisége. Ennek különleges oka van. Azokban az akkordokban, azokban a dallamvilágokban olyan életérzés van, ami engem boldoggá tesz, olyan felszabadultá. És nem is tudom, hát ez tényleg csak nem lehet ezt így megmagyarázni, mert hallgat az ember egy zenét, és vagy tetszik neki, vagy nem. És én ezeket szoktam hallgatni. Cigányzenét, népzenét is egyébként, csak megpróbálom egy kicsit ötvözni a pop világgal és a latin világgal, és akkor ebből lesz valami fajta Dániel Fi. Dániel Figergő azt mondja, a színész és a zenész életet jól össze lehet egyeztetni, ehhez pedig egy jó határidőnapló kell. Most azonban a zenélés van előbbre az életében. A 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában az év felfedezettje díj nyertesének.